A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az esztendő utolsó Agrárinfójának nézőit. Három olyan anyaggal várom önöket, amelyek vonatkoznak itt elsősorban az esztendő végé ünnepségekre. Idén is Kulcson találkoztak az állatorvosokkal, találkozón a szakemberek áttekintették az ágazat helyzetét. 21. alkalommal rendezték meg a Fejér vármegyei állatorvosi emléknapot Kulcson. A vendéglátó nevében Móri Attila, az Alfavet elnöke megnyitó beszédében köszönetet mondott állatorvos kollégáinak, hogy a hagyományokhoz hűen ismét megtisztelték jelenlétükkel az eseményt. Mindenki, aki itt van, tudja, és most már ő is fogja tudni, hogy ezelőtt 10-valány évvel indítottuk el ezt a folyamatot. Három szervezet, a Fejér megyei Állatorvosi Kamara, aki maradt továbbra is, ilyen név alatt a Fejér megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc Biztonság és Ellátási Igazgatósága, ami már azóta 5 más névvel van, most épp nem tudom, hogy hogyan majd az igazgató elmondja, és akkor még volt ellátási szakszervezet is, az meg talán már egyáltalán nincsen. De szerintem lehet, hogy a szervezetek változnak, vagy el is múlnak, de az, hogy az állatorvosi szakma önbecsülésére, elismertetésére, az állatorvosok együvé tartozásának kinyilvánítására, és az állategészségügyért folytatott odaadó tevékenységünk elismerésére minden évben a közvélemény tájékoztatásával egy nap nyilvánítassék az állatorvoslás ünnepnapjává, Fejér megyei Állatorvos Emléknap elnevezéssel. Ez viszont nem változott, és azt remélem, hogy nem is fog a jövőben sem. Az állatorvosi munka, a hivatás, az őszinte emberséges magatartás, a társadalomban elérhető köztisztelet, az elismert megbecsülés legyen mindennapjaink kimeríthetetlen erőforrása. Az ünnepi találkozó bevezetéseként Szibert Gergely vármegyei főállatorvos tekintett vissza az év állategészségügyi történéseire. A hagyományokhoz hűen a Kulcsiatok emlékére találkoznak a Fejér megyei állatorvosok, és természetesen itt lesznek a szakák vezetői Budapestről mindenhonnét. Ez nagyon-nagyon fontos számunkra. Mi az, ami fókuszba kerül ezen a napon? Azt gondolom, hogy egy állatorvosnak 365 nap kell dolgozni egy évben, egy héten 7 napot, ezért nagyon nagy szükség van arra, hogy egy-egy napot megpihenjen, akár megünneplésre kerüljön ez a szakma, és mi itt Fejér megyében ezért vezettük be Adventhez közeledve ezt a Kulcsihatok emlékére megrendezendő megyei állatorvos napot. Én nagyon bízom abba, hogy az összes vezető, szakmai vezetőnk, aki eljött, méltatni fogja, hogy Fejér megye állatorvos társadalma mi mindent tesz meg azért, hogy az ország állategészségügyi helyzete a lehető legjobb lehessen. Az elmúlt időszakban ismét felvetődtek azok a kérdések, hogy mi a teendő, hiszen a járványok elindultak ebben az esztendőben is. Így van, az országot fenyegeti jelenleg is a madárinfluenza járvány, a vadmadarak hozzák viszik ezt a vírust. Nagyon fontos szerep hárul az állattartókra, akik a zárt állattartással megóvhatják az állatállományt. Természetesen az állategészségügy munkatársainak pedig az a feladatuk, hogy erre a jogkövető magatartásra rábírják az állampolgárokat. Azt láttuk, hogy jó néhány megye veszélyeztetett. Mi újság Fejér megyében? Fejér megye szerencsés abból a szempontból, hogy vízi baromfi állományai nincsenek, így az egyéb baromfi fajták zártartása megfelelő járványvédelemmel nagy eséllyel megakadályozhatja, hogy a vadmadár beszálljon az állományba, így behozza a vírust, de természetesen nagyon oda kell figyelni azokra a dolgokra, hogy egyéb járvány ragályfogó tárgyakkal is behozható ez a vírus, tehát nagyon fontos, hogy mind a személy, mind a járműforgalmat tiltsuk ezeken a területeken. Az elmúlt időszakban az élelmiszerbiztonság érdekében nagyon sok szakmai szervezet megszólal, többek között ugye tudjuk, hogy levelet írtak, de Lejjen asszonynak is. Mi a véleménye arról, hogy a
az ukrán gabona, illetve az élelmiszeripari termékek hazánkba ne érkezzenek. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy mint a magyarországi élelmiszertermelés, mint az élelmiszer előállítás védelem alá kerüljön, hogy a magyar gazdák, illetve a magyarországi élelmiszer előállítók az általuk termelt és a hatóság által felügyelt, tehát biztonságos élelmiszereket eljuttathassák a magyar fogyasztókhoz. Nobilis Márton, az Agrárminisztérium államtitkára beszédében kiemelte, Magyarország számára kiemelt feladat az élelmiszerbiztonság és az állattenyésztési ágazat, így rendkívül fontos, hogy az állatgyógyászat képviselői miként tudják biztosítani és segíteni az állategészségügy részéről ezt a munkát. Az elmúlt esztendőkben rendkívül fontos dolgok történtek az állategészségügyben is. Én azt gondolom, hogy a folyamatos járványhelyzet azért megerősítette ezt a közösséget. Hogy állunk most ebben a kérdésben, hiszen olvashattuk, hogy ő jó néhány megyében ismét elérte. Én is jó napot kívánok mindenkinek. Hála Istennek, a állatorvosaink szorgos munkájának köszönhetően minden olyan védekezést megteszünk, amit meg tudunk tenni, és viszonylag jól is állunk. Itt beszélt az állatbetegségekről, ezek sajnos egy olyan időszak, hogy évről évre előkerülnek, de nekünk és az állatorvosoknak arra kell felkészülni, hogy ez egy ideig így is marad, hiszen amíg ezekre a betegségekre vakcinák nincsenek, addig tartós megoldást nem tudunk hozni. Azonban rendkívül nagy feladat hárul az állatorvosokra olyan szempontból, hogy azokat a szabályokat, amiket kitalálnak, azokat betartassák. Hiszen hogyha ezeket a szabályokat betartatjuk, akkor látjuk, hogy mind a sertéspest is, mind a madárinfluenza tekintetében komoly eredményeket tudunk elérni, hogy visszaszorítsuk. A szabályozásban arra is figyelni kell, hogy a tartási körülményeket olyanokra engedjük meg, ahol ezek a tartások biztonságosan tarthatók, hiszen az állatorvosok az élelmiszer és élelmiszerbiztonság és az egészségügynek az egyik legfontosabb megtartói, őrzői, ők felelnek azért, hogy Magyarország a jó minőség és biztonságos élelmiszert tudjunk adni. Hiszen, hogyha az alapanyag biztonságos, akkor az abból készült élelmiszer is biztonságos lesz. Ma itt vagyunk a Kulcsi Hatokra emlékezve, hagyományos módon. Azt gondolom, nagyon sokat tettek azért, hogy az állategészségügy olyan szinten legyen hazánkban és mint bárhol másutt. Milyen gondolatokkal érkezett erre a napra? Magyarországon van az egyik legrégebbi állatorvostudományi egyetem. Kulcs pedig egy olyan varázslatos hely, ahol, ahogy említette, a hatokra emlékezünk, és az, hogy itt összetudnak gyűlni azok a idősebb és fiatalabb állatorvosok, egymásnak át tudják adni a tudást egy kötetlenebb beszélgetés keretében, az egy óriási lehetőség a jövőre nézve is, hiszen én Bencés gimnáziumban jártam, amire azt szokták mondani, hogy a Bencés maffia egy rendkívül erős közösség, ugyanígy az állatorvos maffia, és ez egy jó értelemben fogalmazott állatorvos maffia, az egy rendkívül erős közösség. Fontos az, hogy ők egymásra figyeljenek, egymásnak átadják a tapasztalataikat, egymásnak átadják a tudásukat, és valahogy úgy alakult a világ, hogy itt Kulcson 6 nagyon komoly állatorvos töltötte szabadidejét vagy életét, és én remélem, hogy ezt a hagyományt ezt tovább fogják tudni vinni egymás között még nagyon sok éven keresztül. Az elmúlt időszakban nagy port kavart az a levél, amit von der Leyen asszonynak küldött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, többek között a MAGOSZ elnöke, és jószerivel minden olyan szakmai szervezet, ami az élelmiszerbiztonságot segíti. Itt az ukrán gabonáról, illetve az ukrán egyéb árukról van szó. Ön miként vélekedik erről? Létrejött olyan megállapodás, hogy az ukrán áruk ne kerüljenek hazánkba? Én úgy gondolom, hogy a háborúk időszakát élve felhívta a figyelmet a kormánynak is arra, hogy mennyire fontos az élelmiszerbiztonság. Hiszen, hogyha egy országnak van élelmiszeripara, komoly élelmiszeripara, az a szuverenitását erősíti. Mi ebből a szuverenitásból nem kívánunk engedni,
és a végsőkig kitartunk amellett, hogy az, hogy Ukrajnában nem kell betartani azokat a szabályokat, amiket az Európai Unióban be kell tartani, az bizony versenyhátrány mind a magyar, mind a lengyel, mind a szlovák, mind a román, mind az összes Európai Uniós gazdának. Ezért mi azt szoktuk mondani, hogy Magyarországnak nem igaza volt, nem igaza van, hanem igaza lesz, és be fog bizonyosodni az, hogy mi azt mondjuk, hogy nem szabad ezeket ellenőrzés nélkül, vám nélkül beengedni, az egy jó irány. Mi ehhez tartjuk magunkat, és ezen az úton szeretnénk tovább menni. Visszatérve erre a napra, én azt gondolom, hogy az a szakmai konferencia, ami esztendőről esztendőre itt megvalósul, nagyon sokat segít abban, hogy az állatorvos közösség továbbra is álljon a vártán, ha úgy tetszik, és önmagukon kívül természetesen erre nagyon kíváncsi azok is, akik állattenyésztéssel foglalkoznak. Ezt én is így gondolom, és nagyon fontos az, hogy ennek a közösségnek Kombos Zoltán barátom és Móri Attila barátom mindig a lelkét képviseli, hiszen ők felvállalják azt a, egyébként nem mindig könnyű dolgot, hogy a szervezés elintézzék, hiszen most is látjuk, hogy 30 centis hóban változtatni kell azon, hogy kimegyünk-e koszorozni, nem megyünk ki, ez egy rendkívül nehéz dolog. De fontos az, hogy eljussanak az itt megbeszélt üzenetek azokhoz, akik nincsenek itt, úgyhogy ebben fontos, hogy ők utána képviseljék azokat a gondolatokat, amiket itt megbeszéltek, és azokat a tudásokat át tudják adni a nem itt lévőknek, és azoknak, akik majd később egyszer hátra itt lesznek közöttünk. Sótonyi Péter kettős minőségében az Állatorvosi Egyetem rektoraként az intézmény elmúlt időszakban elért nemzetközileg is elismert eredményeit emelte ki, illetve az Egyesület országos vezetőjeként értékelte az elmúlt év eseményeit. Nagy tisztelettel és szeretettel jövök Kulcsra, minden évben itt vagyok, és egyetemünk történetének minden aspektusát már ismertettem. Nagy professzoraink élettörténetét, kutatásairól mindig, minden évben kitértem. Most úgy gondolom, hogy egy 10 éves periódus az egy komoly időszak, főleg annak fényében, hogy 10 évvel ezelőtt volt az európai akkreditációnk, és ebben az évben, 10 évvel később újra volt egy európai akkreditáció, és ezt a 10 évet szeretném átfogni. Tulajdonképpen ez az én vezetésim alatt történteket kívánom elmondani, hogy miket tettünk mi azért, hogy az állatorvos képzés az meg tudjon maradni világszínvonalon, hiszen a legutóbbi napokban is a legtöbb államtitkár miniszter úgy nyilatkozott, sőt, maga a miniszterelnök is nemrég, hogy a legjobb egyetem Magyarországon az Állatorvosi Egyetem. Ehhez gratulálok, és ezt nyilván megerősíti az a tény is, hogy egyre többen érkeznek Magyarországra Állatorvosi Egyetemre. Igen, hát a világ 69 országából, tulajdonképpen 70-ből, ha a magyarokat is belevesszük, tanulnak nálunk hallgatók, és a hallgatóinknak a kétharmada az az idegen nyelvű képzésben vesz részt. Legtöbben Németország, Norvégia, Írországból jönnek hozzánk, de a világ minden részéből, Dél-Koreától Dél-Amerikáig, és ez valószínű, sőt, meggyőződésem, hogy azt bizonyítja, hogy a mi képzésünk az példaértékű, és jó, más egyetemek is dolgunk vesznek példát. Fogalmazhatunk úgy, hogy ennek most van rendelt ideje is, annál is inkább, hiszen az elmúlt időszakban egyre több olyan állatbetegség ütötte fel a fejét hazánkban is, ami nagyon komoly szakmai tapasztalatokat kíván meg az állatorvosoktól is. Természetesen nagy járvány és megbetegedésekre az állatorvosoknak fel kell készülni. Fel is vannak, mert az állatorvosok sokkal jobban meg tudták tartani a járványokkal és a járványok kezelésével való kapcsolatot, mint a humán orvosok, hiszen nagy humán emberi járványok nem voltak az utóbbi évszázadban, állatjárványok pedig folyamatosan. Ezt észlelve hoztuk mi is létre az úgynevezett fertőző állatbetegségek, antimikrobiális rezisztencia és élelmiszer biztonsági
nemzeti laboratóriumot. Ehhez szerencsére a kormány minden támogatást megadott, és ezt hárman csináljuk, legnagyobb részt mi vagyunk a konzorcium vezetők, az Állatorvostudományi Kutatóintézet is, illetve a Széchenyi Egyetem Magyaróvári karra van bent. Ennek tükrében mennyire fontos, hogy az állatorvosok például itt Kulcson is az emlékezésen túl a szakmai tapasztalataikat megbeszéljék? Én úgy gondolom, hogy itt egy vezető réteg van, akik azért fontos, hogy egymással napi szinten is kapcsolatban legyenek, de ez meg is történik a telefon és a internet segítségével, de én mindig azt mondom, hogy a személyes találkozásnak nincs párja, akkor sokkal könnyebb valamit megkérdezni. Az ülésen megerősítették, hogy a legendás kulcsihatok példájára tovább erősítik az állatorvosi kamara szerepét a megye állategészségügyi hagyományainak ápolásában. Ebben az esztendőben is ellátogattunk a termelő és biópiac karácsonyára. Nézzék meg ezt az összeállítást. Jó itt körülnézni, ízig-vérig karácsonyi hangulat van. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy most, hogy az emberek azt hiszem, hogy felkészülnek erre a szép ünnepre, mi mindent tudnak itt vásárolni, hiszen ahogy körülnézünk, megint fantasztikus a kínálat. Kezdjük talán azokkal a húsokkal, amelyek karácsonykor rendkívül népszerűek. Természetesen a sütnivaló, a hurkák, a sütnivaló kolbász, ami nagyon keresett, és amiből nagyon sok fogy, de hát a hagyományos kolbász is, és a füstölt húsárok, áruk nagyon népszerűek. Ezen kívül talán a sajtokat kell megemlíteni. Nagyon széles választék van kecskesajtból, illetve tehénsajtból. Mindegyik friss szeletelt formában, vagy pedig csomagolt, vákumcsomagolt formában is kapható. Egy kicsit foglalkozzunk a zöldségekkel, gyümölcsökkel. Azt hiszem, hogy megint érdemes körülnézni, hiszen ne feledjük, hogy ez egy őstermelői piac. Valóban, az őstermelők a környező településekről még részben a szabadtéri, másrészt pedig fóliában termelt zöldségeiket hozzák el. Most például ma nagyon sok retket láttam, friss retket, vagy zöld hagymát, új hagymát láttam, de a többi hagyományos zöldségféle is, a karfiol, megtalálható. Paprika, paradicsomból széles a választék. Nyilvánvaló ez így van az összes többi, hiszen a pékáruk is rendkívül népszerűek. Igen, a piacunkra jellemző az, hogy minden termékféleségből több árus, több kistermelő van jelen. Ez a pékekre is jellemző, körülbelül vagy pontosan 4 pékség képviselteti magát, és mindenkinek más az ízvilága, és más a termékköre. De nagyon jellemző, hogy a kovászat készült kenyerek és a teljes kérdési kenyerek egyre nagyobb hányadot töltenek be a kenyérféleségek között. Fontos kérdés, hogy ez az esztendő furcsa esztendő volt, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy azért volt válság az elmúlt években bőségesen. Hogy vészelték át ezt az őstermelőt? Úgy tapasztalom, hogy azok, akik felkészültek, és ide tényleg meg kell mondanom, hogy azért egy alapvető képzettséggel rendelkeznek mind a termékfajtát, mind az értékesítési formákat illetően, ők átviselték ezt az időszakot, és tulajdonképpen ezen a kicsit leszűkített Jancsárkert piacon is a törzstermelők jelen vannak. Tehát nem tapasztalok semmiféle változást ebben a tekintetben. Esetleg akik kevéssé voltak szakmailag felkészülve az új helyzetre, akkor ők elmaradtak, vagy sokkal kisebb mennyiségű áruval jelentek meg a piacon. Hogy alakult az ár-érték arány? Mindig figyelem az árakat, és azt nagyon fontosnak tartom, hogy ez a piac mindig besimuljon a környező értékesítési helyek, akár áruházláncok, vagy a többi piacnak az árszintjéhez. Ezt el tudom mondani, hogy
itt is az árak hasonlóak, mint máshol, annak ellenére, hogy ez termelőpiac, és itt minden termelőt meg lehet kérdezni, hogy milyen körülmények között készítette, vagy az a hústerméket, vagy sajtót, vagy azt termelte a zöldséget, és lehet azt szigorúan ellenőrizni, hogy például a vegyszernaplón keresztül, hogy mennyi vegyszert használtak fel, ha egyáltalán felhasználtak. De mivel itt rövidek a szállítási távolságok, hiszen a Fehérvár környéki településekről van szó, ezért nincs szükség tartósításra, vagy hosszú, komoly mértékű tartósításra a termékek esetében, tehát sokkal kevesebb tartósítószert tartalmaznak ezek a zöldségek, gyümölcsök, húsfélék, amik nálunk kaphatók. Ennek tükrében milyen esztendőt zárt az alapítvány? Nehéz volt ez az év. Most körülbelül egy évvel ezelőtt költöztünk ki abból a piaccsarnokból és arról a piachelyről, ahol már 10 évet eltöltöttünk. Tehát ez a 10+1. Év, mivel folyik a piaccsarnok felújítása, és kiegészül újabb kereskedelmi értékesítőhelyekkel, egy ekofamiliáruházal és egy dipótipőséggel. Ez egy komoly, több mint 1 milliárd forintos beruházás, tehát sajnos el kell fogadnunk azt, hogy ez a több mint egy évben mi kisebb helyre szűkültünk, kevesebb egy kicsit az árus, mint amennyi korábban volt, de nagyon biztató az, hogy körülbelül húsvét tájékára már az engedélyekkel rendelkező új értékesítési helyre, az új piaccsarnokba vissza tudunk majd költözni. Ez tartja bennünk a lelket lényegében. Tehát megerősíthetjük, hogy jó ütemben halad az építkezés? Az építkezés, igen, a megfelelő ütemben halad, de mindig vannak újabb felmerülő kihívások, közmű csatornákkal kapcsolatban, vagy útépítéssel kapcsolatban, amelyek egy kicsit egy párhetes csúszást eredményeznek, de összességében fehérváriak és a környéken élők egy csodaszép, egy nagyon magas színvonalú bevásárlóközpontot fognak kapni, ahol igyekszünk mi a modernitást, a hagyományokkal ötvözni, megőrizni ennek a piacnak a hangulatát, a jellegét, de ugyanakkor egy sokkal modernebb, korszerűbb, a mai követelményeknek megfelelő feltételek közé fogunk kerülni. Mit kívánhatunk karácsonyra, új évre? Sok vásárlót, az árusoknak további jó egészséget, és nagyon hálásak vagyunk mi, vagy akár én személy szerint mi piacszervező, mind a vásárlóknak, mind az árusoknak, hogy a zordabb körülmények ellenére kitartottak a piac mellett. Igazán felemelő és megható, amikor már hideg van, már szemerkél az eső, és még mindig jönnek az árusok és jönnek a vásárlók ilyen kellemetlen körülmények közé. Igazán hálával tartozunk nekik. Most pedig következzék egy beszélgetés ifjabb Lévai Ferenccel, aki nemrégiben érkezett haza Réti Majorba. Laoszban terjesztette azt, amit itthon megtanult a halakról. Menjünk el Laoszba. Én azt gondolom, hogy nagyon is érdekes történet ez, hiszen az Aranypont ZRT terjeszkedik, azt nagyon is jól tudjuk, fantasztikus munkát végeznek, viszont Namhumi tározónál kell, hogy kikössünk, hiszen ott is elindult egy olyan munka, ami azt hiszem, hogy példaértékű abban az értelemben is, hogy a halgazdaságot miként lehet olyan értelemben kiterjeszteni szakmai szempontból, ami megéri egyik oldalon a befogadó országnak, és megéri természetesen a telepítő halgazdaságnak is. Igen, én már jövőre lesz 10 éve, hogy elkezdtünk Laoszban dolgozni, mint Aranypont. A magyar együttműködés Laosszal az jóval korábbra nyúlik vissza, az 90-es évek vége, 2000-es évek legelejére, de az Aranypont mint cég 2014-ben kezdtünk el dolgozni Laoszban. A cél az volt, hogy egy ottani, szintén magyar fejlesztési projektből felépítette a hallgazdaságnak az üzemeltetését kellett átvenni, és megoldani az ottani ivadékellátást a helyi piacra. Ugyanis egészen eddig a
tilápia ivadék, ami ott a legnépszerűbb hal, a tilápia ivadéknak a legjelentősebb része az Tájföldről importból került behozatalra. Maga a hal nevelése az már ott történt Laosban, de az ivadék, a vető maga az egy importkényszert szült, és emiatt mi úgy gondoltuk, hogy ez egy ideális belépő lenne számunkra. Átvettük ezt a telepet, és egy kinti partnerrel közösen alapítottunk egy vegyes vállalatot, amelynek az a célja, hogy most már nem csak a főváros Vientiane környékét, de az ország több területén is egyre jobb minőségű és egyre szélesebb körű ivadékellátást biztosítsunk. Mennyire népszerű a hasonló tevékenység Laosban, hiszen azért nagyon is túl tudjuk, hogy Távol-Kelet ez kicsit más. Távol-Kelet nagyon más. Amit tudni kell Laosról, hogy szint közel ötszöröse a halfogyasztás a magyar halfogyasztásnak, tehát olyan 25-28 kiló körül van az éves halfogyasztásuk. Annak ellenére, hogy ők is ugyanúgy tengerrel nem rendelkező ország, mint Magyarország, és ez kimondottan nagy jelentős, tehát jelentős mértékben édesvízi halról szól. A fő halfajuk az a tilápia, és ezt termelik is, tehát ez ketrecekben, folyóvizekben, földmedrű tavakban, kisebb-nagyobb, akár kis háztáji gazdaságban. A tilápiát nevelni egy nagyon egyszerű folyamat, szinte minden táplálékot megeszik, ez egy mindenevő hal, szinte minden növényt, állati eredetű, akár konyhai maradékot is elfogyasztja. Viszont a szaporítása az már egy kicsit bonyolultabb feladat, és ezért volt az, hogy amíg mi nem érkeztünk oda, és nem kezdtük el ezt a hallgazdaságot üzemeltetni, addig rengeteg import volt, tehát rengeteg tilápia ivadékot importáltak, és nagyon kevés volt a helyi előállítás. Most jelenleg a főváros környékén olyan 60-70%-ban már a mi általunk előállított ivadékot telepítik a ketreces termelők is, illetve a földmedrű tavakban is. Olvasom, hogy a laoszi klíma nagyon sokat segített abban, hogy nem csak egy, hanem két turnus is kikeljen. Ez mennyitvel növeli meg az eredményességet? Egy picit itt korrigálnék. Egy, illetve két turnus az azt jelenti, hogy nem ki kell a hal, hanem az azt jelenti, hogy ennyi piaci halat lehet megtermelni. Tehát magyarul, míg Magyarországon egy pontnak mire az ivadékból elérjük a piaci méretet, az olyan 2,5-3 év, addig Laoszban a tilápia, egyébként ez egy kisebb hal, tehát ennek a piaci mérete ez ilyen 500 és 1000 gram körül van, tehát fél kilótól kilóig. A tilápiát körülbelül egy évben két turnust lehet csinálni, tehát az ivadékból a piaci méret az egy fél év mindössze, és tehát egy termelő egy tóban kétszer is tud termelni egy évben halat. Mennyit nőtt, tehát az alig 10 év telt el maga a telep, hiszen most olvastam, hogy 6 tóból álló 10 hektár, ez már a múlté? Úgy néz ki, hogy jelenleg 16-17 hektáron gazdálkodunk, az idei évben sikerült bővítenünk egy 7,5 hektáros területtel, úgyhogy ezen az új területen inkább piaci haladóállítás folyik, a régi területen viszont szinte kizárólag ivadék, tehát halszaporítással és ivadék előállítással foglalkozunk. A megérkezés óta mennyit változott már, mennyit nőtt az érdeklődés a termékek iránt? Hát mivel hogy nulláról indultunk, tehát a saját termékünk az nulláról kezdtük, ahhoz képest jelenleg 15 és 20 millió körül ivadékot adunk el és értékesítünk évente. Itt olvasom, hogy a magyar agrár érdekeltségek is megnőttek Laosban. Ez minek köszönhető? Mennyire segít az ottani agrárkormányzat abban, hogy folyamatosan fejlődjenek? Itt arról van szó, hogy a magyar és a laoszi agrár kapcsolatok egészen a 80-as évekig nyúlnak vissza, amikor rengeteg akkori szakember, vagyis hát akkor még fiatal diákok voltak, itt végezték a tanulmányaikat
még az előző rendszerben, 80-as évek elejétől úgy nagyjából a rendszerváltásig, és ezek, akik nálunk végeztek, főleg agrár szakokon, ők az évek során meglehetősen magas szintű agrárbeosztásokba kerültek a minisztériumokba, a főosztályokon. Sokáig, évtizedekig volt egy magyarul jó beszélő, de laoszi miniszterhelyettese a Laosznak, illetve a főosztályvezetők, osztályvezetők. Amikor én kimentem 2014-ben először, akkor óvatosan kellett magyarul beszélni mondjuk az Agrárminisztériumban, mert volt rá esély, hogy megértették, hogy miről van szó. Nagyon fontos kérdés, hogy személy szerint úgy gondolod, hogy szakmai szempontból elérted azt, amit ért kimentél, és amit a munkatársaiddal együtt elkezdtetek? Én úgy gondolom, hogy igen, de ez nem azt jelenti, hogy a munkának vége van. Egy korszak lezárult, most már hazaköltöztem Magyarországra. A munkát, tehát a cég vezetését, illetve az irányítást átadtam egy kinti kolléganőnek, de továbbra is gyakorlatilag a mi tulajdonunkban van a cég, és szoros felügyelet alatt van a kinti tevékenységünk. Ez azt jelenti, hogy én egy évben 2-3 alkalommal kimegyek, illetve hetente többször is egyeztetünk online a kinti kollégákkal a kinti eseményekről, fejleményekről. Tehát azt megerősíthetjük, hogy továbbra is ugyanolyan ívet ad majd a fejlődésnek az ottani haltermelés, mint amit elképzeltetek az alapvetésben? Alapvetően igen, bár igazából konkrét, tehát elképzeléseink voltak, de konkrét célkitűzéseink nem, hiszen egy idegen országban, egy idegen kultúrában kellett felépíteni valamit. A célkitűzés az volt, hogy sikeres legyen, és ez aztán sikerült is, és ezt a sikert próbáljuk most tovább fejleszteni. A legutóbbi kintlétem októberben volt, és akkor úgy néz ki, hogy sikerült megállapodni egy másik üzletemberrel, akivel az ország déli részén fogunk majd egy együttműködésbe kezdeni. A cél ugyanez, a tájföldi import, illetve a külföldi import leszorítása, a helyi termelésnek meg a megerősítése, szintén tilápiai vadék szinten. Milyen gondolatokkal érkeztél haza, hiszen itt teljesen más viszonyok, ismert viszonyok várnak? Ismert is, meg nem is. Ugye én 7,5 évig voltam kint Laoszban, ez azért elég hosszú idő ahhoz, hogy itthon is történtek olyan változások, amik bizonyos megszokást igényelnek. Most ennek a hideg időnek annyira nem örülök a 7 évnyi trópusi kintlét után, de igazából egy új kihívásnak tartom most ezt a hazajövetelt, illetve az Aranypony ZRT-ben a egyre komolyabb feladatoknak a betöltését, illetve előbb-utóbb majd a cégvezetésének az átvételét. Tehát határozott céljaid vannak otthonról hazajöve. Mit kívánjunk karácsonyra? Karácsonyra sok boldogságot, jó egészséget mindenkinek, és kellemes ünnepeket mindenkinek. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldok, boldog karácsonyt kívánok, és boldog új évet. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.